Vendégünk dr. Nékem Kristóf allergológus, akivel a smogriadó kapcsán a rendkívül rossz minőségű levegőről és annak veszélyeiről beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Kire van a legrosszabb hatással a smog egészségügyi szempontból? Én hadd mondjam úgy, hogy senkire sincsen semmilyen hatással, és a hatás az kizárólag rossz lehet. De egy picit hadd mondjam azt, hogy egy picit olyan, mint az allergiák, amikkel ugye főállásba foglalkozom, mégpedig a társadalmunk minden évben újra rácsodálkozik, hogy jé, van allergia, jé, van levegőszennyezés. Ezt kellene mondani, hogy picit érdemes lenne előre gondolkodnunk legalább most a következő évekre, mert azok a tényezők, és ez, azt hiszem ez nagyon fontos, amelyek kiváltják, most maradjunk csak a levegőszennyezésnél, bocsánat, ezek a tényezők évről évre ismétlődnek, alig van bennük változás, a legtöbb modellezhető, például a magyarországi időjárás. Lehetne rákészülni. Úgyhogy hát pontosan erről van, hogy kellene rá készülődni, és vannak olyan nagyon egyszerű dolgok, ma reggel is azt hallottam a rádióban, idefele jövet, hogy tessék bejelenteni az önkormányzatnál, rendőrségnél, hogyha valaki szemetet tüzel. Természetesen a szemétégetés, bocsánat, szemétégetés ma talán több, mint az a szokott egyharmada a szennyezés keltésének, hát lehet 50-60% is akár egyes helyeken, de végig kéne gondolni, hogy miért van ott az a szemét, mindenütt az országban, amit el lehet égetni. És hogyha ez nem lenne, akkor lenne valami más, amit éget, amivel természetesen tüzelhetnének. És én úgy gondolom, ha ezeket a kérdéseket komolyan vennénk, végig gondolnánk és tennénk valamit, akkor biztos, hogy a levegőszennyezésnek az egyik fontos tényezőjét elvehetnék. Na most ettől függetlenül ugye azt kell mondanom, hogy de vannak célcsoportok, amelyeknek a élete ilyenkor a nagyobb levegőszennyezésnél sokkal rosszabb, mint hát a többieké. Ide tartoznak például a kisgyerekek, az egészséges kisgyerekek is, mert ugye az immunrendszerük is, a légzőrendszerük az nagyon érzékeny különböző olyan negatív hatásokra, amelyek a levegőszennyezésnek a lényegét képezik, például a porszennyezésre, vagy pedig hát nem tudom, nitrogénoxidokra, kénoxidokra, amelyek a közlekedésből a levegőben vannak. Tehát ez lenne az egyik része a nagyon veszélyeztetett csoportnak, és a másik pedig azok, akik nem egészen egészségesek. Na most ez a nem egészen egészséges, ebbe lehet légúti megbetegedés, ebbe lehet vér problémák, majd értem keringési problémák is, tehát nagyon sokféle, és a terhes hölgyek, azt is megint hadd tegyem hozzá, szintén veszélyeztetettek lehetnek. Ez a része a dolognak. Itt nincs elég információnk még, de úgy látszik, már nem csak Magyarországon, általában a világon, de úgy látszik, hogy a terhesség alatti levegőszennyezés az a később a gyereknek az egészségét, például az immunrendszernek a normális működését évekkel később is képes zavarni. Tehát ugye ez egy annyira komplex dolog, hogy valóban mindenütt a világon tenni kéne valamit, hát nem annyira rossz a helyzet, mint Pekingben, ahol évente százezrek halnak meg ugye amiatt, hogy nagy levegőszennyezés van, de azt kell mondani, hogy Magyarországon is nem most fog látszani, hogy az idei levegőszennyezésnek milyen rossz hatása, hanem a következő években ugye megnövekedett halálesetekben, betegségeknek a következményét. Itt a baj, mit tehetünk? Nagyon sok embert látni, hogy a száját nem csak a hideg miatt, gondolom emiatt is az orra elé teszi, vagy a szája elé, de ha jól tudom, akkor ez nem sokat ér. A sál önmagában nem sokat, ugye olyan szűrők kellenék, és tényleg nagyon sok fele vannak, hát értelemszerűen a kereskedelem ugye lassan kezd fölébredni, és mondja, ja, hát ez egy óriási igény, akkor próbáljuk meg ugye elébe teljesíteni a dolgot. Igen, tehát olyan, mindenképpen olyan szűrők kellenének ezekbe a, hát inkább igen, sál, az biztos alkalmatlan erre, tehát olyan fajta szűrők kellenének, ami ezeket a bizonyos PM-eket, tehát a levegőben lévő a apró anyag szemcséket, amelyek hát egy mikrométerig mennek lefele, és a panál nagyobbak, és ezeket mind ki tudja szűrni, mert ez lényegében ugye azt látnunk kell, hogy a levegőbe a levegő a szennyezettség, amelyik hát ugye oxid, általában különböző oxidokból, vagy pedig hát ugye nitrogénoxidból, és talán ebben az időben kén-dioxidokból és kénoxidokból áll. Ez előbb-utóbb azért kidiffundál a légzőrendszerből, de ezek a apró szemcsék, ezek lekerülnek a legkisebbek, vagy a legmélyebb légutakra is, és onnan már nincs kiút, csak nagyon nehezen ugye különböző sejtrendszereknek a kiköhögésével lehet például eltávolítani őket, tehát ha ami ott van, az attól fogva, addig, ameddig ott lesz, hogy biztos valami negatív hatású. Milyen gyakorlati tünetei vannak ennek? Köhögés? Hát igen, alapvetően a köhögés, ugye ez az egészségeseknél, én talán úgy gondolom, hogy időnként egy ilyen kellemetlen érzés, valami kis légszom lehet talán, ami a különösen, ha például valaki fut, vagy ugye télen is csinál valamilyen sportot, abban lehet érezni kint, mintha nem kapnál levegőt. Igen. Hát ez ugye ez az egészségeseknél is így van.
de a betegeknél, akiknek eleve általában ugye valamilyen légúti megbetegedés van, tüdőtágulat például, vagy ami valamivel kevesebb ugye az asztmások száma, de asztma esetében is, ugye ezek, és pláne a hideg levegő, amelyik szintén ilyen tünetkiváltó lehet önmagában is, még akkor is, hogyha tiszta. Tehát én úgy gondolom, hogy elsősorban a légúti megbetegedéseknél vannak. Leginkább légszomja és kőgés és fizikai teljesítőképesség csökkenés, ugye ez, amit egész biztos minden ilyen beteg érez. És mik lesznek azok a tünetek? Ez csak utolsó kérdésen. Igen. Amit mondjuk évek múlva érezni fogunk, amiről most beszéltünk, hogy ugye nem most A tünetek nem az időnek a múlásával talán csak súlyosabbak, de nem lesz szélesebb a tüneti skála. És valóban elsősorban azt érzik ezek a betegek, hogy egyszerűen nem képesek már azokat a feladatokat és azokat az aktivitásokat úgy elvégezni. Megcsinálni. Ez a legrosszabb érzés, amit akár egy évvel vagy egy fél évvel azelőtt is még nem minden gond nélkül, de nagyjából meg tudtak csinálni. Nagyon szépen köszönjük dr. Nékem Kristófnak.